Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Surviving the Aftermath folytatása. Hogy állunk? Oké. Téged mire? Mire hoztalak leginkább ide? Nem hiszem, hogy ennek a kiütésére, de... alkalmas rá, úgyhogy miért ne? Nyomokban alkalmas rá. Van itt még kutatópötty. Van, csak mind eléggé veszélyes. Mondjuk ezt... meg lehet próbálni. Prószálni. Ja, hát egyetemen mész vissza. Hát, lássuk. Egyet megúszott, de azt hiszem az ő köre ennyi volt. Ő felderítése. Te meg visszatartóban vagy pihenőre. No, hát térjünk akkor vissza erre a csodára. Kereskedünk. 5 perc komponenseké. Nem. Ha lenne fémem, meg junkom, de nem. Yeah, yeah, yeah. No. Nem feltétlenül hasznos, hogy mindegyik el van látva, de ez van. Na, megvárjuk, amíg tele lesz, aztán lebontjuk. Meglepő módon egyébként annyi, amennyi kell, annyi van. Annyi lakóhely. Úgyhogy nem olyan vészes a helyzet, mint elsőre tűnne. Már leszámítva a végtelen hullákat. Na, 30-an férnek időbe. Hogy hogyan nem? Már akcióképes mindenki? Ah, egy frász, csak föltöltődött az egyik. Valaki még? Lakóhely nélküli? Hát kellemetlen. No, hát meglátjuk, hova futsz. Simán betermelte. Hát beszedte a bogyókat, de cserébe sérült. Nézd be. Gyógyszer. Oké, még egy scavenger. Hát gyere le aztán, hogy meglátjuk. Aztán majd meglátjuk. Na, ezután nulla harcot okozott. Nem túl egészséges. Mint látható. Jó.
Lenne, hogyha egy kis fát, meg egyebet gyűjtögetnél. Csoda. Remek. Hát még takarítasz. Van mit. Hullákat szedegeted. Na, egy vízi kút elkészült. Yeah, milyen jó is az nekünk, nem? Mondjuk alapvetően az a gondja, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok, hogy hívják, van cucc benne, nagyjából tele van. Ekkor sugárbetegségbe kellemetlen. Recycler. Fogyóban. Hát egy picit várunk a másikra, az utolsóra. No, kereskedőnk. Pekünkre semmi nincs azról, amit kérne. Mondjuk nagyon nem is kéne. Na, krumplit betonér, az jó lenne, meg korn. De hát épp annyim nincs. Ilyenkor jó lenne, ha tudnák várni rá, vagy valami. Tudnék várni rájuk. De hát nem. Mindent nem lehet. Négy. Kettőért nem megyünk be, annak nincs értelme. De simán. Itt találunk komponens, végtelen komponens. Mindenütt komponens. Na jó, 13-ért vissza fogsz menni egyébként, bármennyire is nem túl célszerű. Mert ez van. Oké. 300, 500. Nagyon sok. Nem is tudom, hogy van ennyi. Tárol 2000 energiát. Nem fog ártani. Egy ilyen csomag, vagy kettő. Majd ha tele lesz, akkor szólj. Rendszeresen nem élik túl a orvosi kezelést. Hát ez van. Miért van ennyi sugárbetegünk, azt nem tudom. Sőleg, hogy miért nem mennek gyógyászatra.
ha tudják, hogy betegek. Oké, viszont kajatároló úgy látom kéne. De az nem teljesen ingyér van. Mindenki sajnálatára. Egy kis szélturbina. Specialisták. Majdnem belehal, de ez van. Pihensz. Gyűjtögetsz. Gyűjtögetsz. Pancsi pancsi, helyes. Akkor megteszedsz beton. Sok beton. Ez van. Kút, stb. Na hát most a termelés háromszorosát, az igény háromszorosával bírunk. Most már elviselnénk egy ilyen problémát, mint ami múltkor volt. De hát most nem. Most nem kell. Ez van. Na mit szeretnétek? Persze, hogy kimehettek, legfeljebb belehaltok. Egy sérült, egy gyógyszer. Nem a legjobb kör, de belefér. Nekem. Most már ketten is várnak, de még nem a teljes csapat. Na most a teljes csapat, ha minden igaz. Ja, te futsz vissza. Most fosztogass alapvetően. Jó. A harcosunk menjen harcolni. Te meg menj tova. Veszélyes alkatrészgyűjtögetés. Hullatárolónk még mindig nincs tele. Nukleáris hulladék leszedve. Igazából az most nincs annyira zavaró közelben, mint a többi. Ezt a hármat, amik tényleg a bázison van, és utána ezt a csomagot, ami meg a körzetünkben van, azt szedjük ki. Talán segít abban, hogy ne olyan sokan pusztuljunk bele. Különféle cuccokba.
Talán. Nem nagyon. Nem garantált. Attól tartok. De azért valamennyi segít. Jó lenne egy adag emberke, ha érkezne. Az azért segítene. Nem igazán. Kimerül. Ja, 40 betonnal gyere vissza. Az igen hasznos lesz a bázisnak. Egy bandita. Az a 40 beton. Nem mint a fém hiányában tudnánk valamire jutni, de... De beton nélkül még nehezebb lesz. Ez csak fa kell, az nem olyan vészes. Mit szeretnétek vadászni? És mit szeretnétek levadászni? Milyen... Megengedjük, de... Ó, majdnem 30 kaja, helyes. Nem vélem, majd nem beszél arról, hogy miféle. Na, helyes, titeket vártunk. És még egy specialista. Tudós, Satoshi. Ezából a munka nélkül, vagy a lakhely nélküliek, hát rajtatok áll az ügy. Annyit termeltek fémet, meg mi egyebet, amennyit valahonnan szereztek. Ja, hogy neki kéne egy fém. Ettől viszont kimerült. Ez van. Ja, hogy ezt nekem rá kell böknöm, hogy ezt megépítheted, rendbehozhatod. Oké. Te teljesen épp vagy, akkor haladj lefelé. Nem tudom hova, mondjuk valahol itt a felderítő zónába. Találunk banditát. Ne kérdezz meg 32 000-szer, hogy mit akarok. Hát ezt ki lehet páncsolni, ez elvileg sima ügy. Csapatainknak. Vazap. Még egy szélturbina. Még egy ez az amaz. Random meghalt. Na mindegy, most kikalapálnak még egy atomerőművet, vagy atomhulladékot.
ami azért egy kicsit egészségesebb lesz. No, elvileg le lehet bontani. És akkor a hullákkal együtt eltűnik. Oké, egy víz megépült. Helyes, kipáncsolta. Nem biztos, hogy előrébb jutunk. Hehehe. Valakinek lesz egy húzós feladata. Na, ezt majdnem kiütötte, helyes. Kukkancs be. Hozzá ki vagyunk segítve, nem? Mondjuk le tudná gyűrni, simán. Miért ne? Ezzel haladna azért az ügy, legalább picikét. Hey, de jó lenne, ha nem kéne egyet ott hagynod. Hát akkor egyet ott fogsz hagyni. De se baj, azért 26 fémet visszaszedtél. Az mindig minden pillanatban pozitív. Na és akkor már csak a fa kell, ami még elvileg valamennyi tempóba készülget. Nem gyorsan, nem száguld, egy ház is készül. Mind hasznos. Egy kis beton elfogyott. No. Fiber ér medicin. Valamit legyen. Legyen! Ez mindjárt kifogy, csodás hír. Ez se fogja sokáig húzni. Na jó. Nem túl jó, de ez van. Menj be pihizni. Indulj vissza. Ezt lassan-lassan legyűröd. De tényleg csak lassan-lassan. Hát menj haza, indulj el legalábbis. Na, egy terepet rendeztünk egy picit. És van ott 500 kutatási pötty. Majd a későbbi csapatainknak.
Nézd be! Ebbe a sivatagba. Picit sérült rucik. Épület elkészült. Akkor már csak három embernek kell lakhely. Nem kapkodjuk az ügyet, palánk kifogyott. Ez a te palánkod volt. Kezdünk nem túl gazdagon állni, itt van mondjuk két beton. Az jöhet. Azt szeretjük a két betont, az jó. Az jól hangzik. Arra szükségünk lesz. Oké, és akkor ez a másiknak a raktára. No, keresünk bárhol bármit. Van egy palánk. Palánk meg egy beton. Kis palánk, kis beton. Nem egy nagy tétel, de... de ilyenek még akadnak. Oké. Gyűjtöges komponenst, nem mintha nagyon kéne. Gyűjtöges ruhákat, aztán azzal hazamész körülbelül. Nem tudom, te hova mész. Punchy punchy guy. Gyere erre, egyet megpróbálsz még, vagy valami. Ó, két, meg voltál. Helyes. Egy újabb kitakarítva. És egy kis komponens. Nem szuper hasznos, de van. Te megjössz vissza a fémmel. Az szuper hasznos. Az jó, ha valaki éhen halt, miközben van 900 kajánk. Az mindig megnyugtató. Ha ez a koncepció működik, hogy 900 kajánál éhen halunk. Telekaja raktárral. Akkor ott mindig minden oké. Okay. No, mit találtak? Ha jókázni akarnak. Hajrá! Hát egy nagy büdös semmi. Kár. Egy atomtemető, kimerült atomhulladéktároló. Kicsit biztonságosabb lett a környék. Oké.
Te menj, menj haza. Legalábbis indulj haza. Tarts haza. Pancsi, pancsi. Nem egy nagy menet. Nulla, egy. Hát azért az egyért nem fogunk bemenni. Az nem vonz. A ruhákat azért szed ki. Az egy valid feladat. Remek. Ó, meteorvihar. Meteor eső. Tartalékoljunk épületi alapanyagokat. Nem mondod? Ja. Tartalékoljunk épület alapanyagokat. Nem tudom, feltűnt-e. A kétharmada ennek nem termelhető. Se a fém, se a beton nem előállítható, hiszen a beton olyan marha nehéz. Főleg itt a egy ilyen elpusztult világban olyan nehéz lehet beton találni. Olyan ritka a beton a világban. Na mindegy. Maga a játék nagyon jó, de nagyon érződik rajta, hogy még félkész sincs, leginkább. Kell ez nekem? Inkább nézzünk be ide. Komponens, az se kell, de az legalább mondjuk kockázat nélkül kiszedhető. Jíj, egyesével verjük le a HP-kat belőle. Jó. Mondjuk, ha rárobban, akkor nem éli túl, úgyhogy több mint életveszélyes volt ez bemenni. Azt hiszem. De hát ez van, na. Erre van a fagyártom. Van rengeteg ember, akit ellát nyomokban itt a banda, de nem nagyon, nem kapkodjuk ezt az ellátást. No. Oké. Okay. Még választhatok is, hogy milyen. Mind a kettő van, de legyünk jó fejek, gyógyszerem van végtelen. Ennyibe nem, ennyibe lehetünk jó fejek. No, hát mondjuk innen folytatjuk legközelebb, de hát kezdem úgy érezni, hogy
ez a történet körülbelül ennyit tartalmaz jelenleg ez a játék. Még majd valószínűleg azt nem tudom, hogy folytassuk ezt, vagy kezdjek egy újat a legnehezebb fokozaton, és lássuk úgy, hogy néz ki. Mert nem hiszem, hogy itt lesz még újdonság. Rajtatok áll. Mára ennyi.